Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és ismét egy igazán friss bemutatóhoz érkeztünk, hiszen ahogy látjátok mellettem, egy augusztus 1-én megjelenő Technic készlet látható mellettem, ami ebben a pillanatban, legalábbis amikor fölveszem ezt az adást, még nem elérhető a nagy közönség számára, és mivel hát ez nem elérhető számotokra még, természetesen ezt a LEGO küldte el, és így tudom bemutatni nektek, már ennyivel hamarabb a bemutató előtt. Bemutató? Megjelenés előtt, ezt a szót kerestem. A készlet egyébként pneumatikus funkciókkal van ellátva, tudjátok, hogy mennyire szeretem ezt a stílusú termékcsaládot, bár így önmagában ez a készlet így első ránézése annyira nem tetszik, meg kell, hogy vegyem az őszintét, de amit tavaly mutattak be, azt azért nézzétek meg, hogy ti is szeretitek az ilyen stílusú szetteket, hiszen ez a tavalyi kamion van. Na mindegy, a dobozunkon találkozunk a LEGO Technic felirattal, 10 pluszos a készlet, 42144-es a kódneve, és anyagrakodó a hivatalos magyar elnevezése, és egyébként 835 darabos lesz, ahogy már az előbb is mondtam nektek, augusztus 1-e a megjelenés, és 44.990 forintba fog kerülni ez a set, és ez a dobozon igazából látható a természetes közegében, éppen mozgatja azt az anyagot, aztán, hogyha megfordítjuk, bemutatja, hogy milyen játékfunkciók vannak benne, hogyan is képzeljük el ezeket a pneumatikus funkciókat. A dobozból összesen 7 plusz 1 számozott és számozatlan zacskót tudunk előszedni, hiszen a plusz 1-esben benne találhatóak ezek a csövek, amit majd ugye a pneumatikus funkciókhoz kellenek, lényegében szilikon csövekről van itt szó, aztán van egy közepes méretű matrica ívünk, annyira nem vészes, és meglepően vastag összerakású mutatót kapunk ehhez a kevesebb mint 1000 darabos készlethez, 200 oldal majdnem ez az összerakási, és hát semmi háttérinfó nincs ezzel az anyag rakodóval kapcsolatban. Összeépítem, és utána megnézzük ezeket a különleges pneumatikus funkciókat. Teljesen meglepődtem, miközben építettem ezt a szettet, hogy 800 pár darabos készletről van szó, és több mint 2 óráig tartott összerakni, bár ugye mindig elfelejtem, hogy a Technic készleteket egy kicsit tovább tart összeépíteni, mint egy átlagos, hasonló darabszámú system szettet, de azért ebből is látszik az, hogy ez a 800-as elemszám azért nem azt jelenti, hogy ez egy kis készlet. Már így a méretéből is látszik. Őszintén szólva, hogy első ránézés ez a készlet egyáltalán nem tetszett, ez a piros szín nekem egyáltalán nem illett ez a munkagép modellhoz. Hogyha én munkagépekre gondolok, akkor egyértelműen a sárga és a fekete szín jut eszembe, de tudjátok nagyon jól, annyira nem vagyok benne a munkagépek vonalába, ezáltal ne engem vegyetek alapul, a szín az eléggé irreleváns szerintem, ettől függetlenül még azért egészen jó matricákkal is találkozunk az oldalán, hiszen itt látjátok, itt is vannak matricák, van itt a game nyakán is egy ilyen 865E feliratunk, és még itt-ott-ott találkozunk kisebb a matricákkal. De mivel egy Technic készletről van szó, itt nem is a kinézet a legfontosabb, hanem az, hogy milyen funkciók vannak benne. És te anyám, ezek a funkciók egészen jól sikerültek. Először is, mivel egy markolóról van szó, természetesen 360 fokba körbe tudjuk forgatni magát a markoló testet,
mivel ezt egy kis alváz viszi egyik oldalról a másikra, természetesen tudjuk gurítani a szerkezetünket, sőt, még irányítani is tudjuk, hiszen ahogy itt látjátok, van egy kis fogaskerekünk középen, és ennek segítségével tudjuk szabályozni, hogy merre is menjen. De mivel itt nagy terhek mozgatásáról is szó lehet, ezért le kell biztosítani a szerkezetet, amit meg is tudunk tenni. Mind a négy sarokban található fogaskerék, ezeknek a segítségével simán le tudjuk talpalni a szerkezetet, és sokkal jobban biztosabb lesz az állása, nem fog egyáltalán elgurulni. Miután kibiztosítottuk a szerkezetet, be tudom nektek mutatni a fő játékfunkciókat, hiszen egy pneumatikus szerkezetről van szó, tehát a sűrített levegő segítségével különböző dolgokat tudunk rajta művelni. Ahogy látjátok, mindenhol ezekkel a szilikon csövekkel találkozunk, ezekbe van belepréselve a levegő. De még mielőtt ezt bemutatnám, vessetek egy pillantást a kabin fülkére, a pilóta fülkére, ahol egy ilyen kétszínű üléssel találkozunk, ahova ismét elrejtettek nekünk egy játékfunkciót. Itt a tetején található egy ugyanolyan fogaskerék, mint lentebb is, hogyha ezt elkezdem tekerni, a kabinfülkét is teljesen föl tudjuk emelni, nagyjából a gamenek a feléig föl tudjuk hozni, úgyhogy ismét egy kis kiegészítő, ami nekem nagyon tetszik, és hát végül el is érkezünk magához, a pumpához, a jól ismert pumpához, ami itt is ugyanúgy működik, mint a tavalyi készletnél, kék színű pumpa, megpumpáljuk a szerkezetet. A hátoldalán található három darab pecek, ahova még matrica is segít nekünk, hogy végül is mivel működik. Az elsőnek az L tekerésével, vagy az L nyomásával be tudjuk szabályozni azt, hogy hogyan is álljon magának a gémnek a nyaka. Most így a függőleges pozíciójában van, de simán vízszintes állásba is tudjuk tenni, vagy simán vissza is tudjuk onnan hozni, hogyha megfelelő mennyiségű levegő van benne. Így ezt szépen kibiztosítjuk. Aztán a középső gomb segítségével tudjuk szabályozni, hogy ez a felső nyak ki legyen nyitva, vagy le legyen csukva. Ezt is egész szépen be tudom nektek mutatni. Pumpálunk egy kis levegőt, és látjátok, már szépen ki is nyújtja a nyakát, majdnem ki is lóg a kamera látószögéből, és igazából simán vissza is tudjuk ejteni, és hát végül az utolsó kanalnak a segítségével, gondolom ez annyira nem lesz meglepő számotokra, magát, a markoló kanalat, a markoló villát tudjuk mozgatni. Ismét szükségünk van némi revegőre, most ahogy látjátok teljesen ki van nyitva, viszont hogyha eltekerem a másik irányba, akkor összecsukja a karmát. Összegezve srácok, gyűjtő szempontból ez a készlet hát polcokra egyáltalán nem termelt, mivel egy technik készletről van szó, általában a megjelenés másodlagos szokott lenni, de ebben az esetben különösen szerintem ez a piros szín annyira nem áll jól ennek a szetnek, a sárga és a fekete arány jobban tetszett volna nekem, de mondom, ez csak az én véleményem, nektek lehet, hogy éppen bejön ebben a piros színben. És hát a funkciók továbbra is 5-ből 5 pontot érdemelnek, a pneumatikus funkciók nagyon jól működnek, azért vannak benne hagyományos fogaskerekes megoldások is, és azért sokkal olcsóban hozzá lehet jutni egy ilyen készlethez, mint egy távirányítós verzióhoz. Tehát ez volt a 42144-es technik készlet bemutatója, ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkokat a videóról ne felejtsétek, ha még esetleg nem lennétek feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a teendő, és a LEGO-nak ismét szeretném megköszönni a támogatást, nélkülük nem sikerülhetett volna ennek a készletnek a bemutatója sem, mi pedig találkozunk a következő adásban. Szevasztok!